ifjabb Éliás Gyula már hosszú évek óta arról énekel, hogy jól van, ennek ellenére az utóbbi időszak lelkileg igen megterhelő volt számára. Tavaly ugyanis elveszítette édesapját, a népszerű magyar lemezlovast, Éliás Gyulát. Mikor meghalt, utána én megmondom szépen, akkor jöttem rá, hogy én imádtam őt, és rajongtam érte, és a fiatalkori énjét csodáltam, mert egy félistenként néztem rá, és borzasztó hiányzik a mai napig. Mi kapcsolatunk nagyon ambivalens kapcsolat volt. Nagyon sokszor veszekedtünk. Azért, viszont tulajdonképpen az, ami én lettem, az tulajdonképpen neki köszönhető. Tehát őt vittem tovább egy magasabb szinten, egy teljesen más dimenzióba rezegve. A zeneszerző most egy új dalt írt, méghozzá édesapja tiszteletére. Megmondom őszintén, hogy nagyon fontos volt nekem ez, hogy egy kicsit az ő emlékét úgymond megszépítsem, megfényesítsem ezzel a dallal, és a karmát is egy kicsit úgymond föloldjam. A dalhoz egy videóklip is készült, egy visszaemlékezés, egy kis nosztalgia, melyben felelevenednek a közös pillanatok. Éliás Gyula egyik legszebb emléke, hogy gyerekként az iskolában kis túlzással daldíler volt, hiszen az új slágereket DJ édesapja szolgáltatta, de persze akad még több hasonló emlék is. Éppen diszkózott valahol, ott volt 3000 ember, azt hiszem Debrecenben, vagy nem tudom, hol van, Csillagfény diszkó lehetett, és elment az áram, és nem az volt, hogy akkor leállt a zene, meg minden, hogy ő abszolút nem esett pánikba, és fölállt a diszkópult tetejére, és elkezdte énekeltetni az embereket. És ez nekem egy olyan döbbenetes élmény volt, hogy 5-10 percig ott szórakoztatja a népet áram nélkül, hogy utána, amikor velem előfordult, hogy elment az áram a színpadon, én ugyanúgy ezt tanulva tőle csináltam tovább. Egyszerű az élet, mint a föld is látott gömb. Édesapja hatására kezdett el már gyerekként is a zenével foglalkozni, ez a szerelem pedig a mai napig tart. Az énekes az elmúlt hónapokban őrült tempót diktál. Koncertek, új dalok, friss klippek és emellett még a tanítás is központi szerepet játszik az életében. Úgymond, mint énektanár, mint zenekargyakorlati tanár és mint hangmérnök. Ami azonban számára ebben a lelkileg megterhelő időszakban erőt ad, az nem más, mint édesapja emléke és a szeretett közönsége.